Sziasztok! Hát a futás témakörbe mi más is lehetne az első videó, mint az, hogy hogyan is jött nekem ez a futás. Hát ehhez vissza kell menni egész 2016-ig, ugyanis akkor történt, hogy munkahelyet váltottam, kaptam egy állás lehetőséget Szombathelyen, így családostól együtt elköltöztünk Esztergomból Szombathelyre, és ott elkezdtem dolgozni hát az akkor még Luk kuplunggyárban, ami most már Schaeffler, mint minőségbiztosítási mérnök. És hát ott ismerkedtem össze egykori munkatársaimmal, akikkel nagyon jó volt együtt dolgozni 3 évig, és volt szerencsém sok kedvenc volt kollégám mellett ülni az irodába, akit Temesi Csabinak hívnak. És történt egyszer, hogy 2017 tavaszán ő, a felesége, illetve egy másik kollégánk a cégtől beneveztek egy félmaraton futóversenyre, és 2016 őszétől elindult a Csabinak a felkészülése erre a versenyre. És hát amikor eljött a pillanat, ez egy pénteki nap volt, nyilván ők elmentek szabadságra, így tudták lefutni ezt a versenyt, de hát mi megdolgoztunk. De hogy ne maradjunk ki a buliból, megkaptuk a linket, amin követni lehetett a versenyt, legalábbis a chip beolvasás szerint lehetett követni őket. És hát, ja, ott egy jó párszor rá néztünk, hogy hogyan is állnak a srácok. És hát egy körülbelül 2 órával a rajt után már kaptuk is az értesítőt, hogy beérkeztek a célba. Minden rendben ment. Természetesen hétfőn beszámoló. Hát igazából nem tudom, hogy pontosan mi is ütött belém akkor, de valahogy furcsán jó érzés fogott el, hogy vajon milyen lehet egy ilyen versenyen részt venni, illetve lefutni félmaratont. Nem is tudtam mennyi, hát úgy, aki nem fut az ilyenekkel, nem nagyon van tisztában. Persze most már tudom, 21,1 km, ugye a maratonnak a fele, ami 42 km, 195 méter. Hát ezt akkor nem igazán tudtam elképzelni, hogy hogy lehet ilyet csinálni. Normális ember abba is elfárad, hogyha a busz után fut. Nem hogy még 21 kilométert. Ráadásul jó idő volt, meleg. Hát nem tudtam elképzelni, de láttam, hogy nekik sikerült. És valahogy kedvet kaptam hozzá. Még ha jól emlékszem, annyira belelkesültem, hogy erről még aznap küldtem egy e-mailt a többieknek, hogy 3 kollégánknak sikerült ez a verseny, sikeresen beértek. Teljesen házba jöttem. Úgyhogy hát én időközben Csabival megkonzultáltam ezt a felkészülést, hogy ő hogy is csinálta, mi alapján. Aztán nekem is kerestünk egy ilyen online edzés tervet, ami elvileg egy ilyen félmaratonra fel is készít, mert hát ugye ezek után én már bevettem a fejembe, hogy hát ilyet nekem is meg kéne csinálni. Persze közben játszott még az is, hogy hát sajnos én egész életemben nem sportoltam, gyerekként se nagyon. Ja, persze, egyszer elmentem egy ilyen foci edzésre, szerintem 3 alkalom
volt aztán a negyediken. Kicsit összebaliztam az edzővel, és mondta, hogy jó, hát nem kell ezt nekem csinálni, menjek inkább haza. Aztán egy kis kosarazás, de ennyi. Aztán majd felnőtt fejjel, egyszer-kétszer súlyzós edzés, hogy azt is kipróbálja az ember. De hát igazából egyik sport sem maradt meg. Úgyhogy gondoltam így 39 évesen, hogy már kopogtat a 4X, hát valamit el kéne kezdeni sportolni, mert ugye egészségesen sem táplálkozunk, sportolni se sportolunk, de aztán attól meg fél mindenki, hogy ó jaj, lassan itt az öregkor, azt vár az itt fáj, ott fáj korszak. Persze tenni senki sem tesz érte. Mindenki azt teszik, amit akar, annyiszor, amennyiszor akar. Sportolni ugye nem szeretünk, mert hát abban elfárad az ember. Na hát én gondoltam akkor, ha már amúgy is belelkesedtem, rögtön két indokot is találtam rá, hogy elkezdjem a futást. Hát ha minden igaz, 2017 februárjában volt az, hogy ezt az edzéstervet letöltöttük a Csabival. Nem letöltöttük, hanem, ha jól emlékszem, papíron hozta otthonról. És hát ennek lengye módja szerint elmentünk a Decathlonba, gyorsan vettünk cipőt, nadrágot, felsőt, mindent, ami kell. Aztán az első futásom az egy, jól emlékszem, 3,2 kilométer volt. Ugye Zanaton éltünk, Szombathely Zanaton, és kifutottam a faluból az autópályáig, felfutottam az autópályahídra, onnan haza. Na ez volt 3,2 kilométer. Én sose felejtem el, mikor hazaértem. Hát szerintem az OB után se voltam annyira kifáradva és gajra téve, mint azon az egy edzésen. Úgyhogy, hát igen, az első edzés az ilyen. Aztán nem tudom, hogy mitől vezérelve, de a második edzésem az rögtön egy 12,5 kilométer volt. Mai napig nem értem, hogy ez hogy jött ki, hogy ilyet fussak. Kinéztem a térképen egy szép karikát, Zanat, Vép, vissza Zanat, de egy ilyen kört kell elképzelni. Hát az autópályán majd vissza. És ezt úgy kigondoltam, hogy ez jól néz ki a térképen. Akkor második edzés legyen az. Hát ott se volt őszintén mosolyom, de hát végül is lefutottam. És tök mindegy, hogy milyen szenvedés árán, vagy milyen tempóval, vagy Isten tudja milyen pulzussal. De végül is sikerült. Aztán utána volt még egy 5 vagy 6 kilométeres futásom, ez még mindig február, és ott történt valami, amire már nem emlékszem, hogy mi, de azt tudom, hogy megvettem az országúti versenybringát, és ugye jött a tavasz, március, elkezdtem bringázni, és ezután a kemény 3 futóedzés után a futást félbe is hagytam. Hát igazából se az nem volt a terv, hogy majd valamikor folytatom, se az, hogy végleg abba hagyom. Vicces is lett volna ezt mondani 3 után. De tény, hogy inkább bicikliztem. Persze az se sokat, de a futás az félbe maradt. És ez ment egészen júniusig. Aztán
Június 24-e volt az, amikor újra elővettem ezt az edzéstervet, és elkezdtem matekozni. Ugye ez egy, ha jól emlékszem, 8 hetes edzésterv volt. Ja. És kiszámoltam, hogy ez csak valami szerencse lehet, véletlen, hogy a 8 hétnek pont akkor lett volna vége, hogyha azonnal elkezdem, amikor a 2017-es Vivi Csitta volt. Ugye ez egy budapesti félmaraton. És hát én ott újra belelkesedtem, hogy milyen jó, még a sors is így adta, hogy egy olyan edzéstervem van, ami pont akkor jár le, amikor jön a verseny. Ráadásul az még egy extra csavar a történetbe. Most egy kicsit gyaloglok, mert kicsit ilyen emelkedős. Aztán jó ez így is. Szóval a következő csavar, hogy talán a 6. hétre, 2 héttel a tervezett verseny előtt, ti hétvégére, az volt kiírva, hogy hétvégi hosszú, félmaraton verseny tempóban, 10 kilométer. És mit ad Isten? Akkoriban a Rádió 1-ben folyamatosan minden reklám blogban benne volt a Rádió 1 10K, azaz a Rádió 1 szervezte a 10 kilométeres versenyét Budapesten. Azt sajnálom, hogy se előtte, se utána. Az egy ilyen one time action volt. És ez teljesen melbevágott, hogy még ez is pontosan beleillik a versenytervbe. Na hát ezek adtak nekem egy olyan lökést, azt mondtam, hogy jó, akkor most ezt csináljuk komolyan. Úgyhogy befizettem a Vivi Csittára, neveztem a Rádió 1-re, és elhatároztam, hogy akkor hajrá. Na most ez az edzésterv, ez igazság szerint egy újrakezdő edzésterv volt. Tehát egy olyan embernek, aki már futott, csak valami miatt abba hagyta, és újra kezdte a futást. Olyat nem is nagyon talál az ember, hogy félmaratonra felkészítő edzésterv olyan emberek számára, akik soha életükben nem sportoltak. Ilyen nincs. Logikátlan is. Persze ettől függetlenül így jártam, nekem így kellett elkezdeni. Nekem semmilyen futósportom, vagy futómúltam nem volt, sportmúltam. Úgyhogy gondoltam, jó lesz ez nekem. És ez az edzésterv, ez úgy volt kiírva, hogy heti 5 nap. Hú, hát mostani fejjel se azt nem tartanám normálisnak, de szó szerint nem normális, hogy valaki a nulláról azt tervezze, hogy 2,5 hónap alatt majd elindul egy félmaraton versenyen. Se az nem normális, hogy heti 5 nap futóedzést tervez valaki, aki előtte a busz után se szívesen futott. Úgyhogy ez, nekem ez az egész ilyen nem normálisan kezdődött, ami persze utána folytatódott. Még sok ilyen nem normális dolgot csináltam azóta. Például azt, hogy az UB-t a nulláról 11 hónap alatt teljesítettem. Ja, ezt sem ajánlom senkinek. Lehetett volna nagyobba is. Aztán heti 5 edzés. Ami az érdekesség a sztoriban, hogy ezt akkor elkezdtem 2017. június 24-én, és azóta folyamatosan heti 5 napot edzek. Úgyhogy igaz az a mondás, hogy ha valamit egy hónapig csinálsz, akkor szokásoddá válik. Úgyhogy ez a szokás meg is maradt nekem. Azóta is heti 5 napot edzek. Nyilván most már
más kilométereket teljesítek. Az akkori 25-30 kilométer heti adag, az most már olyan heti 100-110 kilométernél jár. De hát elvileg fel fog ez menni még 150-ig is. Persze ehhez évek kellenek. Úgyhogy elkezdtem az edzést. Hát azt mindenkinek el tudom mondani, hogy aki nulláról kezd el sportolni, és most rögtön térjünk is rá a futásra, más sport nem ismerő számomra, de feltételezem, hogy minden sportnál így van, hogy a kezdet azért nem könnyű. Tehát azt szokták mondani, hogy nem elkezdeni nehéz, hanem nem abba hagyni. Tehát sajnos mindenki azt látja, hogy én is ezt láttam. Ott ül mellettem Csabi, úgy néz ki, mint egy normális ember, és akkor egyszer csak elmegy szabadságra, és lefut egy fél maratont, amit el sem tudtam képzelni. Hát autóval sem. Egy 3 perces út, ő meg lefutja. Basszus. Persze, bocsi Csabi, nem úgy értettem, hogy mint egy normális ember, de inkább jó értelembe értem, hogy tehát normális embertől nagyobb teljesítményre képes. Úgyhogy mindenki azt látja, hogy jé, hát vannak itt a közelemben ilyen emberek, ilyeneket csinálnak, hát majd akkor nekem is menni fog. És akkor, ahogy Simanyi Balázs szokta mondani, január 1-én parkok megtelnek futókkal, edzőtermek megtelnek emberekkel, minden futópad tele, ezek a fogadalmi futók kimennek, ők megfogadják, hogy mostantól sportolnak, még ha nem is sokat, de rendszeresen, heti 1-2-szer, aztán eljön a január 10-e, 20-a, meg már alig vannak. Aztán februárban meg már szintén ismét üres minden. Edzőtermek is, parkok is. Na hát körülbelül ennyi. Tehát ezt senki ne úgy képzelje el, hogy elkezd az ember sportolni, és akkor élvezni fogja minden percét. Hát nem fog élvezni minden percét, de elárulok egy titkot. Az ember nem is azért megy ki sportolni mindig, és feltétlenül. Tehát itt arra kell gondolni, hogy kicsit egészségesebben kell tartani a szervezetet. Ugye egy sporttal, azon belül is a futással, ugye megerősíted a tüdőt, szívet, érrendszert, és a közhiedelemmel ellentétben, ami ugye azt mondja, hogy ha futni, ha hülye vagy, tönkre megy a lábad, fog fájni a térded, és akkor majd 5 év múlva meg mehetsz operációra. Közben meg amikor az ember egy kicsit ennek utána néz jobban, akkor meg szakirodalomban azt olvassa, hogy például, mondok egy példát, valakinek kisebb balesete van, azt mondja neki az orvos, hogy ágynyugalom. Mit jelent az ágynyugalom? Csak vécére mehetsz ki, feküdj az ágyba, polcolt fel, nézd a dallaszt, és nem mozogjál. Na most az ízületről tudni kell, hogy az ízület attól fog jól működni, ha olajozva van. Ezt úgy kell érteni, hogy az ízületek közt csordogál az ízületi folyadék. Ez pontosan olyan, mint az autóban az olaj. Keni az alkatrészt, mert itt is azért összeérnek
csontok, porcok. Nem megyek bele, nem vagyok biológus. De oka van, hogy az izületi folyadék kell az izületnek, az védi. És mit? Mi indítja be az izületi folyadék termelést? Hát a terhelés, a mozgás. Ez pontosan olyan, mint az autó. Az autóban sem működik az olaj, hogyha áll. Akkor indul be, hogyha elindul az autó. Ugyanígy működik az izületi folyadék is. Akkor termelődik, hogyha terhelődve van. Tehát amikor azt mondja az orvos, hogy pihenő, akkor pont ezt állítja le. Hú, de mindegy, nagyon elkanyarodtam a témától. Aztán lényeg az, hogy az emberek ezért nem folytatják a sportot. Kellemetlen is. Tudják, hogy majd fájni fog. Bár van olyan ismerőse, aki versenyekre jár, és picit azért irigykedik, de vannak olyan ismerősei is, aki meg kórházban van, pont emiatt. Itt fáj neki, ott fáj neki. És meggyőzi magát. És január 6-án már nem megy ki. Hát majd belőle lesz a bicegő öreg. Én meg inkább szeretnék olyan lenni, mint Gilles, aki egy francia ultrafutó. Isten tudja, 60 éves, vagy nem tudom, 50 valamennyi. És szinte nincs olyan hónap, hogy ultratávú versenyen ne vegyen részt. Teljesen egészséges, normális. Én inkább olyan öreg szeretnék lenni. Úgyhogy, és akkor most teljesen vissza az eredeti témához. Nekem így indult a futás. Hogy teljesítettem én ezeket a versenyeket? Hát borzasztóan mindet. Tehát, ahogy mondtam, az edzések kezdetesen volt kellemes. Nyilván ezt el kell mondani, itt fáj, ott fáj. Elfárad az ember, kimerül az ember. Tele van a hócipője. De nem kell abba hagyni. És akkor ez elmúlik. Megszokja a szervezet. Most mondhatnám, hogy ennyi idő, meg annyi idő. De mindenkinek más ez az idő. De el fog jönni az, amikor már nem fáj semmi. Már tudsz akármennyit futni. Már nem is az a kérdés, hogy mennyit tudsz futni probléma nélkül, hanem hogy mennyit észszerű, mennyi fejleszti a szervezetet, és nem rombolja. És amikor eljön az a pillanat, onnantól kezdve már csak az élvezet marad. Már nekem is ilyen. Tehát már én sem nagyon tudok olyan távot lefutni edzésen, amin bármi is megfájdulna, vagy annyira kimerülnék, hogy hagyjon mindenki békén, eszek, lefekszek, és nekem az a nap már kész, vége. Tehát én most már simán megcsinálom azt, hogy ugyanúgy, mint most, ugye most is vasárnap van, a vasárnapi hosszomat futom, jelenleg mai napon ez 40 kilométer, és én már azt meg tudom csinálni, hogy hazamegyek, lezuhanyzom, és jöhet a családi program. Bármit lehet csinálni. Tehát igazából egy fél óra után már olyan, mintha nem is futottam volna. Nem is érzem, semmi nyoma nincs neki. Ezzel csak arra akartam kiukadni, hogy hát igen, eltelt 3 év, de most már a futás az nem szenvedés. Nincs vele semmi gond. Lehet menni versenyre, lehet élvezni az edzéseket. Úgyhogy ha valaki futni akar, akkor ez legyen a cél. Ne pedig az, hogy elkezdek futni, és akkor rögtön az első alkalmak felejthetetlen élmények legyenek.
Na de tényleg, pár szót a kezdeti versenyekről. Ugye, hogy is sikerültek ezek a versenyek? Közben csak mutatom, hogy... Ja, nem szar helyen futok. Itt ez egy vár, a Bizelbergi vár, és ha minden igaz, ott van Beinberg. Oda fogok felfutni, közte van egy nagy völgy, azon fogok átfutni. Itt most rögtön lefele, majd aztán fel. Videó közben majd itt fogom megtenni ezeket a szakaszokat, és majd onnan Beinbergből visszavideózom ezt a várat. Érdekes. Na, hogy is voltak ezek a versenyek? Hát, futhattam már egy másfél hónapja, 6 hete, 7 hete, és eljött a Rádió 1-es 10 kilométer. Hát ez is csalóka, mert futottam én már addig 10 kilométert, hétvégi hosszún, ami most egy kicsit viccesen hangzik, hétvégi hosszú 10 kilométer. Igen. Ez csak azért vicces, mert most a leggyengébb edzésnapom az 10 kilométer. Na, hát borzalmasan sikerült. Ugye az előtte, 2 héttel előtte lefutott 10 kilométeren, már azért tudtam ízlelgetni, hogy hogy fog menni, mi az a 10 kilométer, mi fog rám várni, tehát ezeket én megtapasztaltam, de érdekes módon a versenyek azok mindig mások. Tehát én ezen az életem első versenyén, ezen én meghaltam. Szerintem még az első frissítő asztalig se értem el, ami olyan 2,5 kilométerre lehetett a céltól, és nekem már minden bajom volt. Már én nézegettem az órát, hogy mennyi telt el 2,5 kilométer. Igaz, hogy meleg is volt, persze augusztus vége. Hát szerintem, ja, szerintem pont 3 éve volt. Most is augusztus vége van. Úgyhogy ezek a versenyek érdekesek, tehát hogyha valaki versenyre akar menni, ezzel számoljon. Tehát minden verseny úgy indul egy abszolút kezdőnek, hogy képzeld el, ott van körülötted attól függően, hogy mekkora a verseny, mondjuk egy Rádió 1-es vagy egy Vivi Csitta. Húha! Most ugrott be, hogy Vivi Csitta. Nem, basszus, az tavaszi. Vizer! Ó, basszus! Entschuldigung, ahogy a bajor mondja. Igen, a Vivi Csitta az tavaszi. Elnézést. Igen, a Vizer. A Vizer volt az első félmaratonom. Az van szeptemberben. Ráadásul, ha jól emlékszem, szeptember 11-én volt. A Rádió 1-es, az meg augusztus 29. Úgyhogy ezen a Rádió 1-en is kinyírtam magam. Ugyanis beáll az ember egy ilyen rajtzónába, egy ilyen nagyobb versenyre. Hát több száz, több ezer ember, és mikor elindítják a tömeget, akkor annak akarva, akaratlanul is lesz egy tempója. Na most, ha nagyon sokan vannak, akkor az se biztos, hogy tudod tartani azt a tempót, amit magadnak terveztél, de attól nagyobb a valószínűsége, hogy nem is akarod. Tehát amikor mindenki egy tempóval fut, mondjuk egy 5.40-es, 5.45-ös tempóval, te meg tudod azt, hogy mondjuk neked a 6-os lenne kellemes, akkor sem fogsz 6-os tempóba futni. És ebben mindenki belefut.
ebbe a hibába. És ez velem is megtörtént a rádió egyen is, és a vízeren is. Szépen elvitt az eleje, lefutsz 2-3 kilométert, sokkal nagyobb tempóban, mint amit terveztél. Ehhez hozzájön, hogy ezek a versenyek ráadásul melegbe vannak, és mit ad Isten, még az a hétvége még az átlagosnál is melegebbre sikerül, és akkor megvan a baj. Pulzus az felmegy az egekbe, és akkor az első 3 kilométer után már minden baj megvan. Úgyhogy ez a rádió egy, és ez így sikerült. Lefutottam, de Isten tudja, 1 óra 12 perc alatt abba 10 kilométerbe szerintem többet gyalogoltam, mint ha most le kéne fussak egy, nem tudom, 50 kilométert. Bár szerintem abba sem gyalogolnék bele. Mindegy is. Úgyhogy nem sikerült jól, de meglett az érem. Tehát az az érzés, hogy teljesítettem egy versenyt, az meglett. Az, hogy lett egy érmem, az meglett. Jöhetett a vízer. Eljött a vízer, hiába volt egy előversenyem, egy tapasztalatszerzés a Rádió 1-es versenyen. Akkor se tudtam magamra hallgatni. A vízeren is elfutottam magam. Ott is jó idő lett, ott még többen voltak. Elvitt a tömeg, és ott is már az 5 kilométer környékén már halálomon voltam. Közben jönnek, mennek az autók, rögtön letérek a főútról. Amúgy nem az úton futok. Csak van itt egy pár száz méterem, ami főút mellett megy. Na szóval megvolt a 10 kilométer, meg volt a félmaraton. Mind a kettőnek ugyanaz volt a koreográfiája. Volt egy tervem, hogy hogy fogom futni. Aztán bekerültem a jó kis tömegbe, elvitt a tömeg, jött a meleg, rögtön az elején meghaltam, utána már csak szenvedve tudtam a végét teljesíteni, de meglett. Úgyhogy meglett mind a két verseny. Következő terv, október, spármaraton, betétszám, 30 kilométer. Tehát volt egy 10-es, volt egy 21,1, következő rá egy hónapra 30 kilométer. Hát, szeptember végén voltam a Runner's World futótáborába, ott ugye többiekkel összeismerkedtünk, volt 2-3 srác, aki szintén futott ezen a versenyen. Hát, miért ne fussunk egyszerre? Elindultunk egyszerre, természetesen október ide, október oda, jött a jó idő. Új haverokkal beálltunk a rajtba. Persze nekik sokkal több futó múlt, nem fél éve futottak, mint én, sőt, még fél éve se, hanem mindenki 2-3 éve futott. Persze sokkal jobb kondiba voltak, edzőtáborba is kiderült. De hát fussunk együtt. Persze jó tempót nyomtak, valami 5-10-es, vagy nem tudom. És hát nem is tudom, szerintem 12 kilométer bírtam. És akkor mondtam nekik, hogy akkor én itt egy kicsit lemaradnék, mert ez így nekem nem fog menni. Úgyhogy fennmaradó bő 18 kilométert azt ugyanúgy, mint a előző két versenyen szenvedve sikerült lefutni. De azt is teljesítettem, ott is megvan, arról is megvan az érem. És szerintem 2017-ben ennyi volt a mi verseny. Aztán még befejezem ezt a 2017-es évet, és be is fejezem ezt a videót, mert
Most jön egy kis nehéz szakasz. Szóval ott még abban az évben, ami érdemes, említésre érdemes, hogy volt nekem egy, ha jól emlékszem, november utolsó hétvégén, a Szombathelyi Futóklubnak van egy ilyen nagyon jó szokása. Ez a nekem mindegy elnevezésű közös futás, ami azért nekem mindegy, mert 3-1-es van a nevében ennek a futásnak, az a 111, ami azt jelenti, hogy 111 kört teljesítenek atlétikai pályán. 111x400 méter, tehát igazából ez az, amit minden év végén szoktak szervezni és lefutni. Úgyhogy ezen én is részt vettem, tehát a 30 kilométeres verseny után a következő lépcsőfok az a 44 kilométer volt, 44,4. Hát ott már egy kicsit jobban éreztem magam, mert annyira nem volt meleg október utolsó hetén, de hát a pulzust ott is elvertem, ott sem volt őszinte a mosolyom, de az is megvolt. Aztán ott utána egy kicsit belehúztam, emeltem a tétet elég hamar. December 3. hétvégéjén futottam, ugyanitt Németországban, akkor kint voltunk vendégségbe. Futottam egy 50 kilométert, csak hogy legyen több, mint a 44. És rákövetkezendő hétvégén, azaz 2017 utolsó szombatján, utolsó előtti szombatján futottam egy 70 kilométert, ami önmagában is egy nem normális dolog. Tehát azért emlékezzünk vissza, június 24-én kezdtem el futni, december utolsó előtti szombatján pedig már 70 kilométer, úgy, hogy előtte három héttel előtte 44 kilométer, előző hétvégén 50 kilométer, és utolsó előtti szombat az évnek 70 kilométer. És ez még mindig nem a poén, hanem hogy ugye itt Németországban, ami Németországnak ezen a területén azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szintes. Ráadásul nem is ismerem a terepet. Megnyitottam a térképet, szépen jelölgettem az útvonalat, jó nagy kör legyen, és a vége 70. Úgyhogy én ezt szépen megegyeztem magamnak, vittem magammal a telefont, és így teljesítettem a 70 kilométert. Na de hát ebbe irgalmatlan mennyiségű szint. És ami a habatortán, elindultam 5 euróval a zsebemben, 2,5 liter vízzel, szerintem valami édességgel, tehát 70 kilométerre elindultam úgy, hogy gyakorlatilag értékelhetetlen frissítő volt nálam, de gyakorlatilag semmivel. És a frissítést is úgy oltattam meg, hogy az egyik faluba, amin átfutottam, bementem egy boltba, és ott vásároltam el ezt az 5 eurót. Hát nagyon sok mindent nem tudtam belőle vásárolni. Talán 2 vizet vettem belőle, meg ha jól emlékszem, kiflik, zsömlék, persze úgy üresen. Az gyorsan megettem, mert nagyon éhes voltam. 2 víz közül az egyiket megittem, és akkor a másikkal tovább indultam. Tehát, ja, kéne arról történetet írni, hogy hogyan ne kezdj el futni, hogyan ne válj ultra futóvá, akkor tudnék ilyen történetet. Nagyon sok mindent megcsináltam úgy, hogy
hogy az nem volt normális. És igazából eddig a pontig úsztam meg, mindenféle gond nélkül. Jó, persze itt fáj, ott fáj az embernek. Ugye meg kell erősödjön az ember szervezete azokon a pontokon, amik kellenek a futáshoz. De itt ezen a ponton nagyon túlterheltem a szervezetet. És ha jól emlékszem, a bal sípcsontom az begyulladt. Úgyhogy csonthártya gyulladás, amit úgy kell elképzelni, hogy iszonyatosan fáj, nagyon fáj, éles fájdalom, egész nap fáj, és sokáig. Tehát azt tudom, arra emlékszem, hogy 2018-ban az első versenyem Budapesten volt, a lovipályán. Basszus. Valami jeges neve van. Na majd ki fogom írni, mert most nem fog eszembe jutni. Félmaraton. És ha jól emlékszem, 2018. január 20 vagy 21-én volt, és nekem ugye begyulladt a lábam december végén, olyan 28-a körül, és szerintem 3 hétig fájt folyamatosan. Tehát ilyen január 14-15-éig folyamatosan fájt, de nagyon. És ott történt egy érdekesség, egyik napról a másikra tűnt el. Tehát 15-én még fájt, 16-án felkeltem, nem fájt. És nem igazán tudtam ezzel mit kezdeni, nem tudtam, hogy most akkor elmúlt, meggyógyult, vagy csak a fájdalom múlt el, de még a betegség az még megvan, vagy a sérülés még megvan, és nem tudtam, hogy most akkor mi legyen. Ugye egy hét volt a versenyig, addig én nem edzettem. Tehát nekem december 31-én volt az utolsó edzésem, amit már fájós lábbal futottam, de januárban semmi. És akkor úgy döntöttem, hogy jó, persze ez is gazdagítja az így ne fuss történetet. Úgy döntöttem, hogy jó, akkor most lesz ez a verseny, hát valamit azért edzünk. Úgyhogy az a 16-ától 20-áig azt a hetet végigedzettem, persze óvatosan, és elmentem a félmaraton teljesíteni, és hát az addigi legjobb eredményt tudtam hozni. És érdekes módon nem jött vissza ez a fájdalom, teljesen el is múlt. Ez is szerencse. Aztán ezt majd még folytatom, mert tovább is van, mondjam, még érdekes is, csak nem akarom a hosszúra a videót. Úgyhogy majd jövök egy második résszel. Csővász, ne tedd még le, mutatom. Itt van a vár, másik oldala. Ott, onnan jöttem. És most itt vagyok bent a faluba, Weinbergbe. Na most már kikapcsolhatod. Ciao.